Két baleset is történt tegnap nagy körös közelében. Délelőtt egy személygépkocsi fának ütközött, melynek következtében az autó összetört és forgalmi akadályt okozott. Egy ember a roncsba szorult, de a nagy körös és a ceglédi tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. Délután a 441-es út 12-es kilométerénél vaskuti átjáró fénysorompó ütközött egy gépkocsi. Az autó az ütközés következtében felborult, így a nagykörösi önkormányzati tűzoltók először kerekeire állították, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. A kocsiban három ember utazott, mindhárman önerejükből hagyták el a járművet.